Üdv nektek! Ezúttal a Sony Xperia C bemutató videóját láthatjátok, amiben a felületet, beállítások, menüket és egyebeket fogok bemutatni. Amit róla tudni kell, hogy egy 5-szoros kijelzője van ugye, ami ezúttal viszont nem Full HD, csupán QHD felbontású. Ez azért van ugye, mert az MTK platform, ami ez a, tulajdonképpen ugye a Sonynak az első ilyen készüléke. Tehát ugye amiben MTK-sodsz van. Amit láthatjuk, még nem töltődnek be a vidgetek, addig van akadás. Viszont miután a vidgetek betöltődtek, ugye most lett indítva a készülék egy-két perce, utána már akadást nem tapasztalunk a rendszerben, tehát utána már a görgetés teljesen folyamatos. Ahogy ezt láthatjátok is. Tehát ugye az első MTK platformos Sony. Egy 1,2 GHz-es, 4 magos MTK processzor van benne, és ugye a hozzá tartozó Power SGX-es 3D gyorsító. A beállítások menünek még a régebbi kinézete van. Tehát még ugye ezt a fekete hátterű kinézetet kapja, nem az új fehéret, mint ami például már az A-szérián fent van. Ennek ellenére a szoftver nem régi, ugyanis 4.2.2-es verzióról van szó. Sőt, egy 3.4.5-ös kernel van, amivel tulajdonképpen ezen az egy készüléken találkoztam. Az összes többin ugye még a Vánon vagy az Z1-en is 3.4.1.0-as kernel van, nem pedig 3.4.5-ös. Sőt, még a Nexusokon sincsen 3.4.5-ös kernel. Valószínűleg ez az MTK miatt van. Ugye pont a napokban lehetett olvasni hírt, hogy a C-nek a botloader nem nyitható hivatalosan. Ez is szintén valószínűleg az MTK miatt van. Tehát ugye a rendszer bár friss, mégsem az a 4.2.2, ami a többin van, hiszen ugye a kinézet, ahogy láthatjuk, még a régebbi Xperia-kra hajaz inkább. Így van ezzel a launcher is, hiszen ebbe belépve ugye láthatjuk, hogy még a régi felület fogad minket, tehát ugye nem az oldalról behúzós, hanem ez a kattintgatós. Ugye itt állíthatjuk a ikonok sorberendezési lehetőségeit, kereshetünk, vagy ugye testre szabhatjuk, gyors eltávolítást aktiválhatjuk, és egyéb dolgok. Egyébként meglepően tiszta maga a rendszer, egy nagy valamilyen Sony alkatás nincsen rajta, ami rajta szokott lenni a többin. Ez persze nem azt jelenti, hogy ki vagyunk zárva ezekből, hiszen letöltheti bárki őket Google Play-ről, hiszen ezek 90%-a ott is fent van már, legyen ez akár a Track ID, akár a Smart Connect, akármelyik másik. Itt is megtalálhatjuk ugye a kis kapcsoló widget sort, de ez is még szintén a régi Xperia-kra az, hiszen nem lehet őt rendes sorba rendezni. Beállítások menü ugye szokásos dolgok, Wi-Fi, Bluetooth, adathasználatot nem kell magyaráznom. Annyi, hogy az adathasználat ugye külön mérje a SIM 1-et és a SIM 2-t. Screenshotok erről lesznek, de később a másik SIM-emet kivettem belőle, mert szükség van rá a saját telefonomba. Tehát kb. Egy 3-4 napot töltött benne egyszerre két SIM-kártya. Mennyire jó kezelőket, hibátlanul, fagyás, újraindulás nem volt tapasztalható egyszer sem. Majd mutatok funkciókat, amik elég egyedivé teszik a készüléket, még a két szimes készülékek között is. Ugye itt szintén, ha beállítgatunk, itt mindig szimenként állíthatjuk, tehát ugye az adatbarangolásnál meg fog jönni külön a szim 1, szim 2, de ez tulajdonképpen érvényes minden olyan beállításra, ami a telefonhívásokat vagy a szimet használja. Ott mindig ugye külön lehet majd választani. Bekapcsolom a hotspotot, csak hogy megmutathassak egy-két dolgot. Nos, ugye belépve a hordozható hotspotokhoz, itt
érdekes dolgokat is találunk, amit eddig Xperia-kban én például sose találtam, de nem is csak Xperia-kban, hanem más androidos eszközökben sem. Ilyen például a mobil adatátvitel sávszélesség mérése, ami folyamatosan méri a mobil hálózatunk sávszélességét. Tehát én még ilyennel nem találkoztam eddig egy készülékben sem, mondom, se Sony-ba, se HTC-be, sem semmilyen másban. Tehát ez ami egyedi fejlesztés lehet itt a C-ben. Akkor van mobil VPS, tehát ugye ismeri mindenki ugye a VPS wifi szolgáltatásokat, nos maga a készülék is tud VPS wifi szolgáltatást, tehát ha wifi-t bekapcsoljuk, ugye valaki kapcsolni akar, akkor nyomó gombbal tudjuk a VPS-t kapcsolgatni, amivel ugye külön gombot szoktak kapni erre a különböző routerek. Ez is egy olyan dolog, amivel kizárólag ebben a készülékben találkoztam eddig. Blokkolhatunk eszközöket, ezzel már találkoztam egy-két másikban is, tehát ez nem egy olyan egyedi dolog, de azt hiszem talán Xperia-kban nem, de ebben nem vagyok biztos, ha hülyeséget mondtam, akkor bocsánat. Nos, tehát itt ennyit akartam, valamit ugye teljesen szabadjuk, hogy ha nem kapcsoljuk hozzá semmi, mennyi idő után kapcsoljon ki a hotspot, de ez viszont megvan minden Xperia-ban, ebben biztos vagyok. Ugye meg a Bluetooth, internet megosztás, és egy csatlakozási pont. A többi ugye az várhatatlan, ugye a mobil házatoknál egyértelműen két, tehát a SIM kártya ugye most egy van, így a kettest nem választhatjuk, de kettőt lehet választani, és az alapján külön-külön is beállíthatjuk őket. Ugye itt a kettős SIM kezelésnél ugye elnevezhetjük ugye a SIM-eket, beállíthatjuk, hogy üzenetekhez, adatforgalomhoz, híváshoz melyik legyen az alapértelmezett. És van egy ilyen, hogy dupla SIM elérhetőség, ugye ezt most nem tudom bekapcsolni, mert egy van benne, de egyébként ott írja is, tehát ha az egyik SIM kártya nem elérhető, akkor automatikusan a másik SIM-re továbbítja a hívást, és azt fogja fogadni. Ez is egy olyan dolog, amit még nem találkoztam benne két SIM-es változatokban, pedig nyomogattam például a Dual Xperia-met is, valamint más kínai kétszimes mobilokat, de egyikben sem volt ilyen lehetőség. Hívásbeállításoknál ugye van, ami kapcsolgathatunk ugye úgy, hogy mindenre vonatkozik, van, ami pedig ugye külön színválasztást igényel. Hangváltások nagyon szokásos dolgokat találjuk, tehát a Clearpiece, Xlode, itt még benne van egybe, ugye? Nem úgy, mint az újakban, ahol már csak hangbeállítás, és úgy megyünk bele egyre mélyebbre. A többi hang pedig ugye egyértelműen ugyanaz. Megjelenítésnél ugye fényerősséget, hátteret, alvómódot, forgatást, álmodozást, betűméretet, vezeték nélküli kijelző, nos ez is egy olyan dolog, amivel nem találkoztam a többiben. Vagyis tulajdonképpen benne van, csak nem így ugye. Tehát ugye általában Xperia Link néven találjuk ezt meg. Itt magyarosították is, egy vezeték nélküli kijelző opciót kapott a menüben. Ez ugye annyi, hogy Wi-Fi direkten egy másik kijelzőre át tudjuk küldeni ugye a telefon által éppen aktuálisan mutatott képet. Azt hiszem, ja igen, a tároló. A tároló talán az egyetlen dolog, amiben lehet némi kifogásunk a készülékben. Ugyanis van összesen 2 GB memóriánk, ami ráadásul ketté van bontva. Hogy ez a kínai specifikus miatt van, vagy más miatt, ezt nem tudom. De itt körülbelül, tehát ugye az alkalmazások számára, mint eszközmemória, elérhető frissen olyan 600 megabájt, majd itt telepítgettem, és ugye ez a 600 megabájt, ez az alkalmazásoknak van. Van másik, körülbelül 1,20, ami szabad belőle, és innen is ide nem nagyon tettem még semmit, ahogy mutatja is, ugye, mert ezeket SD-re tettem, majd amit kivettem, tehát ebből kb. 800 meg elérhető, de ez csak a média. Az alkalmazásoknak van összesen 600 megabájt helyünk, és áthelyezni nem enged semmit sehova, így tulajdonképpen a gigabájtos méretű játékokról abszolút lemondhatunk.
Én is borzasztó hamar be tudt állni, és pár benchmarkot telepítettem, párjákat, és már vége is volt a nek a pár megának, hiszen már ugye a benchmarkok maguk is 2-300 megát foglal egyik-másik. Tehát vinni a izmos játékokat, de mégse viszi emiatt. Egyébként könnyen rotolható, tehát aki akarja, meg tudja oldani, és akkor XDN már mozgathatja is. Energiagazdálkodás, ugye itt a staminát, merülő akut, helylepúzsit, rengetegszer volt szó az előző tesztingben benne, így nem vesézném ki újra. Alkalmazásoknál ugye egyértelműen a telepített, az előre ráhelyezett és az éppen futó alkalmazásokat tudjuk ugye megtekinteni. Itt láthatjuk az 1 GB RAM-ból 406-410 megaszabad éppen. Itt pedig ugye az összes alkalmazás. Xperia menüben használatok, internetbeállítás letöltése, MyXperia, Trove, USB, és egyéb dolgokat álligathatunk. Itt is itt van egyébként a képernyő tükrözés. Helyszolgáltatásoknál ugye egyértelmű, hogy mik vannak. Biztonságnál megint a szokásos dolgok, mint például az ismeretlen források, vagy ugye az eszközkezelők, mint a MyXperia helykereső, vagy éppen az Android sajátja. Nyelvűzsögítően, hogy a billentyűzet, Xperia billentyűzetet szintén rengetegszer kiveséztük, így megint nem beszélnék róla, ha nem gond. Ugye különböző elrendezések, különböző témák, feketétől fehérig a fekete-fehér, telefon, billentyűzet, kuverti, kuvertézé, azerti, mindenféle helyesírás ellenőrző, automatikus szójavaslatok, ugye swipe billentyűzet, tehát az égvilágon minden elérhető, minden beállítható. Biztonsági mentés visszaállítás megint egyértelmű. Beállítási útmutató ugye végigvezet minket a kezdő beállításokon, amit annyi érdek, hogy a két cím, tehát itt címenként fog minket léptetni, hogyha már úgy kapcsoljuk, vagy mind a kettőbe van helyezve. Dátumidő kisegítő lehetőségek egyértelmű, azt pedig a telefonról már mutattam, ugye, hogy szoftververzió, típus szám, és ugye szoftver frissítés, ami jelenleg, ha minden igaz, akkor nincsen.